Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok! Arról beszélt a Klubrádió egy műsorában, hogy előállhat olyan helyzet, amikor egy egyéni választókerületben akár hajlandó visszaléptetni egy DK-s vagy egy demokratikus pártok összefogásával indítandó jelöltet, mondjuk egy jobbikos személyért. Mert hogy látja, hogy ez lenne a népakarat. Na hát én azért ilyen butaságot nem mondok. Hát szó szerint meggondolandó, hogy a DK ne állítson vele szemben saját jelöltet. Akkor ugye a kérdés úgy hangzott el, egyébként Mellár Tamás kapcsán, hogy mi történik akkor, hogyha Mellár Tamás függetlenként indul, lehetséges, hogy őt támogassuk. Azt mondtam, hogy nem kell kizárni. Következő kérdés, lehetséges akkor is támogatni, ha Jobbik is támogatja a független jelöltet. És azt mondtam, hogy ez egy érdekes felvetés, soha nem tárgyaltunk róla, én nem zárnám ki. Tehát szó nincs arról, hogy mi jobbikos jelöltet támogassunk. Mi van akkor, hogyha Jobbiknak van egy olyan jelöltje, aki abban a térségben elég egyértelműnek látszik, hogy komoly támogatottsággal bírna, és felesleges vele szemben indítani valakit, akkor mi van? Hogy teljes erőnkkel szembe indulunk vele. Tudjuk, a jobbikos jelölt a jobbikos politikát képviseli. A jobbikos politikával mi szemben állunk, abban nincsen pardon. Egy független jelöltet, aki szemben áll Orbán rendszerével, azt meg lehet fontolni, hogy támogatjuk. Miközben 1000 kérdés felvett természetesen. És meg lehet fontolni, hogy ezt akkor is támogatjuk, hogyha Jobbik nem indít vele szemben jelöltet. Tehát, hogy mi egy jobbikos jelöltet támogassunk, én azt teljesen kizárom. Ilyen esély nincs. Azzal a korábbi elképzeléssel, ami nem csak a szocialistáknak, hanem ennek is egy lehetséges terv volt, hogy sok civilt indítsanak ezen a 106-os listán. Olyan civileket, akik hitelesek, akik tettek valamit, és akiket a helyiek szeretnek, ismernek, becsülnek. Ez teljesen sútba lett dobva? Elvétve és kivételesen fordulhat ilyen elő. Nézze, a parlamentben politikai pártok és a mögöttük álló programok mérkőznek meg. A pártok képviseletéből frakcióképviselet lesz a maga összes szabályával. Én nem tartanám egyébként egészségesnek és szerencsésnek, hogyha pártkötődéssel nem rendelkező jelöltek sokasága tölteni meg a parlamentet, az egy kiszámíthatatlan parlament lenne, és kiszámíthatatlan kormányzással. Mert a parlamentben már nem lesz érv, hogy támogattunk. Hát láttunk már ilyet az elmúlt 25 évben, hogy ott ez nem érv. Természetesen. Nézzem, független képviselőnek lenni, az a szegények kenyere. Én most már csak tudom őszintén, szóval pár éve ezt teszem. Nagyon kevés lehetőséggel még ezen szörnyen működő parlament keretei között is általában nem biztatnám a választókat, hogy civileket keressen. Ez egy szakma. Szóval nagyon helyes emberek sokasága vesz bennünket körül, de mégiscsak bármilyen rossz időnként a véleményük a politikáról, politikusokról, arra biztatnám őket, hogy keressenek maguknak jó politikust, azok közül, akik vannak, például a DK-ban. Mert hogy mondja, hogy ez egy szakma, nekem erről az jutott eszembe, hogy is vajon hányan tudják ezt a szakmát ma Magyarországon? Nagyjából olyan széles a kör, mint a maga szakmája, ne haragudjon, hogy erre ezt választom. Vannak jók és rosszak. Csapnivaló riporterek is kitűnőek, csapnivaló politikusok is kitűnőek, mindegyik van. Ezt nem lehet megtanulni csak az egyetemen, ezt csinálni kell sok-sok éven keresztül ellenzékbe, kormányon, képviselőként, államtitkárként, szóval sokfajta szerepben. És minél inkább előre megy az ember, annál inkább talán bölcsebb is lesz és alkalmas arra, hogy vezető szerepbe kerüljön. Programot ígért, hirdetett Salgó Tarjánban, elszámoltatás, szabad közoktatás, társadalombiztosítás helyreállítása, a minimálbérek megemelése, amíg a közalkalmazotti szférán keresztül is, nyugdíjkorrekció, az egészségügy átalakítása oly módon, hogy a magánegészségügyre költött pénzeket bizony be kell számítani, valamilyen módon vissza kell finanszírozni. Sok-sok ígéret. Mennyit tart ezek közül megvalósíthatónak úgy, hogy nem egyedül fognak vélhetőleg kormányozni? Ha fognak egyáltalán, ki tudja még ezt is. Hadd kezdjem azzal, hogy de boldog lennék, hogyha a választók sokasága annyit tudna ebből a programból, mint amit ön itt most felsorolt. Szóval ön már sokkal többet tud, mint egy átlag választó. Ez az egyik legnehezebb kérdés egyébként. Hogyan tudják majd meg a választók, hogy ki mit képvisel? Nem egyszerű dolog. Ezért kell járni az országot, hogy ezeket el lehessen mondani? Az országot, csinálunk ilyen kiadványokat, osztjuk őket, beszélünk, de tudom, hogy nem a reklámhelyed, hát nem lehetett kihagyni. Hát ez nem kereskedelmi termék, ezt meg lehet mutatni. Egyébként én ma úgy látom, hogy három pártnak van kiírt programja, Momentumnak, Együttnek is nekünk. Ezeket egymás mellett olvasva nincsenek nagy különbségek. Szóval tényleg az a helyzet, ami miatt működik az a,
logika, hogy működjünk együtt Orbánnal szemben, és indítsunk egy-egy jelöltet, hogy ha végigolvasok ezeket a programokat, akkor nincsen nagyobb különbség, mint általában egy koalíciós kormányban szokott lenni. Listán persze ezek a különbségek fontosak lehetnek. Ütötte egy kicsikét Botka Lászlót akkor, amikor előállt a Fizessenek a gazdagok kampányjal, hogy ez demagógia. De hát majd, hogy nem ugyanezt ígértem a Salgótarjánban ön is, mint kampányszlogent. Ugye kormányzás, ami visszamenőleg, én azt mondtam, hogy több lehetőség lent és több felelősség fent. Én ezt egy évtizede használom. Nagyon fontos a politikában, hogy hogyan fogalmazunk. Szóval ugyanaz a tartalmat én önnek nagyon sokféleképpen el tudom mondani. Az egyik bántani fogja a fülét, a másikat meg elfogadja tőlem. Ott sem azzal volt a bajom, hogy ne azt mondanám, hogy a többi jövedelem, a vagyon az nagyon felelőssége jár, hanem a fenyegető hang nem. Amikor céltáblának mutatok valakit, mert az nem jó, szóval nekünk a sikeresek nem ellenfeleink, a sikeresek partnereink, azt szeretnék, ha többen lennének sikeresek, és nem pedig bűnbaknak odaadni, de olvastam, hozzáteszem ezt a megjegyzést vagy kritikát. De ez jogos. Nem veszem magamra. Nem mert... jogos. Csak abban az értelmezésben nem, hogy ez... Másképp mondta. Úgy, ahogy nekem ez előbb említette. Úgy, ahogy illik mondani. Úgy, ahogy senki nem érzi magát ebben a történetben bűnbaknak, amikor azt mondom, hogy beszéljük már meg a magasabb nyugdíja rendelkezőknek. Nem lenne az jobb, hogy most a figyelmünket inkább azok felé fordítjuk, akik 45 ezer forintot kapnak, és nem azok felé, akik több mint 500 000 forintot kapnak. Beszéljük már meg azoknak, akik a magyar átlagkereset 2-3-szorosát kapják. Nem lehetne ott több adót fizetni? Ez egy másik tónus, és ebből következik egy magatartás. Nem büntetni akarunk, hanem párbeszédben figyelmeztetni a ti felelősségetekre, hogy az országban másokért is van felelősségetek. Szerintem ez egy jó hang nem, és egyébként egy jó tartalom, mert valóban nem hiszem, hogy ne lenne dolgunk azokkal, akiknek nehezebben megy. Rogán Antal véleményét is nyilván olvasta arról, hogy a Vona Gyurcsány páros kormányzásán dolgozik Simicska Lajos. Ami egy újszerű elem, de van egy érdekes áthallása. Vona Gábor előállt pár nappal ezelőtt egy beszélgetésen azzal, hogy neki vannak olyan megmutató dokumentumok, amik arra utalnak, hogy Orbán Viktor így, meg úgy. Ez pontosan ugyanúgy szólt ez a történet, mint az öné néhány hónappal ezelőtt látott pár dokumentumot, ami szerint Orbán Viktor ezt meg azt. Ezek ugyanazok a dokumentumok lehetnek? Egyáltalán nem kizárt, már csak azért sem, mert önnek mondtam, hogy a beszélgetéseim egy pillanatában, egy pontján engem azzal fenyegettek, hogy hát ha másképp nem megy, akkor eladják másnak. Na most, hogy ez ennek a történetnek egy elágazása, folytatása-e, vagy egy teljesen új történet, én ezt másnak, nem tudom. Mert ott van Vona mögött Simicska pénze, vagy másnak, mert Simicska szórakozik önökkel, és Simicskáé a dokumentum. Mit gondol? Ki tudja. Engem a végeredmény érdekel. A dokumentumtól függetlenül is azt gondolom, hogy Magyarország miniszterelnöke olyan dolgokat csinál, amely felveti a köztörvényesség problémáját. Szeretném ezt bizonyítani, mert azt gondolom, egyikünknek sem jó, hogyha egy tisztességtelen ember vezeti az országot, és már pedig a mai miniszterelnök egy tisztességtelen ember. Na, Rogán pedig az Echo TV-ben mondta ezt az ominózus mondatot, hogy önök ketten végül egymással fognak koalíciót alkotni, egymásra fognak találni. Én ezt kizártnak tartom, nézze. Amit mi gondolunk a világról, az egy emberi világ. Vona Gábor pártjának tagjai uniózászlót égetnek, embereket listáztak, megbélyegző hangnemben lépnek fel. Én nem vitatom, hogy van szándék megváltoztatni azt a pártot. Miért vitatnám? De azt gondolom, hogy semmi nem bizonyította, hogy ők ezt gondolják, vagy csak szavazatszerzési szándékra egy ideje ezt mondják. Azt a tisztességet, amit a DK képvisel, azt őrizni kell, és az akkor marad intakt, ha nem keveredik össze a Jobbikkal. A DK kizárja, hogy nyilvánosan, rejtetten, bármilyen módon együttműködjön a Jobbikkal, akár a kampányban, akár később kormányzásban. Viszont Szijjártó Péter után Gyurcsány Ferenc is telefonhívásokat enged el. Hát hol ezért csöng, hol azért csöng. A Szijjártóé a soros kampány miatt és mellett csöng, az öné. Mi célt szolgál? Egyetérte azzal, hogy azok, akik soha nem értek Magyarországról, azoknak legyen választójoga. Ugye erről egy pár hete beszélünk, sok-sok vitát is kiváltva, de úgy látom, hogy találkozik az emberek többségének igazságérzetével. Mennyien írták alá addig ezeket az éveket, amikkel
utcán vannak. Az interneten a jó százezren, hát az utcán is több tízezen, minden bizonnyal, hát mi nem hoztuk fel ezeket az éveket a 106 választókerületből, meglep bennünket ennek a kampánynak az intenzitása, hogy időként sorban állnak emberek aláírni. Mi ezt másodszor vettük napirendre, egyszer tavaly tavasszal, akkor nem reagáltak ilyen intenzíven az emberek, nyugodtan elmondhatom őknek. Most meg bennünket meglepően nagyon-nagyon akarják, állítanak meg, de engem is tegnap gyereket sétáltattam, hogy hol írhatnak alá, és kellett útbaigazítást adni. Nézzel, ez nem több azért, mint kifejezés annak, hogy amit a Fidesz ezzel a választójogi törvényel csinál, az a többség igazságérzetével ellenkezik. Hát akkor hallják meg a többségnek a hangját, ne csak a saját nemzeti konzultációjukon, nincs hanem ez ilyen oda is. Tehát, hogyha azt reméli, hogy a 2018-as választásokra egy más választási törvény, egy más választási eljárási törvény születik meg. Nem fog születni. Nem fog születni. Én is, ön is nagyon jól tudja, de arra nagyon jó, hogy van egy olyan párt, egyetlen párt az ellenzéki oldalon, aki az ország több mint kétharmadának ilyen véleményét megfogalmazza, összegyűjti, felhangosítja, hallhatóvá teszi, és természetesen most miért titkolnánk? Ezzel nagyon sok választói kapcsolat is létesül a DK és a választók között, ami meg fontos, hát ez a szakmánk, erről is szól a választás. Na a végére még egy eheti eseményről, kicsit előzetesen, de hát ezt az eseményt amúgy is előzetesen lehetett megismerni már. Az Origo írta meg úgy két héttel ezelőtt, hogy az ön feleségét, Dobrev Klárát beidézik, akkor még arról szól, hogy az ügyészségre, hogy meghallgassák a ceglédi ügyben. Hát most kiderült, hogy az idézés jogos, igaz, megtörtént, csak nem az ügyészségre. Hova megy? A Nemzeti Adóhivatal, vagy hogy a csodába hívják, bűnügyi igazgatóságára kérték meg, hogy fáradjon be és adjon tájékoztatást. Hát a Klára nyilván ennek eleget fog tenni, az a dolga állampolgárként. Egyébként pedig miután ennek van úgyis politikai felhangja, hát tudjuk, nem Ceglédi miatt fontos ez a történet, hanem például miatta meg a DK miatt, hát azt hiszem, hogy kellemes perceket fog okozni Dobrev Klára ott a hivatalnak. Mert hogy mivel készül? Az igazsággal is, az igazság, kérem szépen, ebben a hazug rendszerben fájó tud lenni, és Klára egy ilyen szerepben nem fog, hogy mondjam, visszafogott lenni. Egy ilyen helyre, egy ilyen ügyben ügyvéddel megy az ember, vagy egyedül? Hát ez fogalmam sincs, be kell valljam. Azt hiszem, hogy mehet ügyvéddel, intézi ezt ő magától. Ha engem megkérdezne, azt mondanám, hogy persze, hát vigyen magával ügyvédet. A jó Isten sem igazodik itt az eljárási szabályok sokasságában. Keménynek, karakának kell lenni, és mutatni is kell a hivatalnak, hogy nem félünk tőlük, úgyhogy teljes fegyverzetben kell felvonulni. Majd figyelünk a hírekre. Köszönöm. Köszönöm szépen.